story role. After that he writes two psalms about this story. Az egyik a 34. One is Psalm 34. A másik az 56. And the other one is Psalm 56. Ez két zsoltár. Those csak are two psalms. A 34-ből két vers. And just two verses from Psalm 34. Azt gondoltam, 34. hogy lányos zavaromban nem tudnám fejből elmondani, azért inkább olvasom. I thought that I couldn't say it. Tehát a 34. So I'd rather read it. So. És a 8-9. Psalm 34 verses 7 and 8. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Okay. 8-9. The angel of the Lord encamps round about them that fear him and delivers them. O taste and see that the Lord is good. És itt kapcsolódunk a felajánláshoz. And this is where we are going to connect to the offering. Mert ugye most itt a az hiszem, hogy nem én veszem a felajánlást, hanem ti adjátok sokkal inkább. I don't think it's me taking the offering, it's much more like you giving it. Én nekem az volt a dolgom, hogy mondjak valamit, ami miatt adunk. My job was to say something because of which we azért, give. Mert ismerjük az Urat. No, we give because we know the Lord. Tudjuk, hogy bízhatunk benne. And we know we can trust him. Miután megcsináltuk életünk legnagyobb ostobaságát. After we made the most foolish mistake of our lives. Utána mi is megírhattuk volna ezt a zsoltárt, nem? We could also write this psalm. Ugye, amikor visszaemlékszel rá, amikor csináltál valami ostobaságot. As you think back on times when you did something foolish. És bajba kerültél. And you got into trouble. És az Úr megszabadított. And then the Lord delivered you. Volt valakivel már ilyesmi? Has it ever happened to you before? Néha tapasztaltad, hogy az Úr tábort jár körülötted? Have you ever experienced that the Lord camps around you? Ez azóta se változott. It has never changed since then either. Várjál, van itt valami fontos so, dolog még. Here's something important here. Ajtós felajánlás. There's gonna be a door offering ide van also. Írva nekem, ez egy általános vagy mezei ajtós felajánlás. Ez nem kötődik senkinek a nevéhez. It's like a general door offering. It's not for one particular person. Nem, ez egy általános ajtós felajánlás. It's like a general door offering. Ez valamit mondott valami jó szót a Pásztor Kendő, hogy ez megy, nem a, várja, az Erika mondta, miben megy bele? Erika said, what does it valami, go into? Valamiben megy bele. It goes into, I don't know what. De valamiben megy bele, várja, csak valami missziós, missziós pénzbe megy bele. Fund. Okay. Úr Jézus, kérünk, hogy áld meg az adakozásunkat. Lord Jesus, we ask you to bless our giving. Áld meg a pénzügyeinket. Bless our finances. Áldjál meg bennünket, Uram. Bless us, Lord. Amen. Amen. Köszönjük, Pastor Borci. Thank you, Pastor Borci. Nagyszerű ötletek. Great ideas. Gyuri, nem tudom, barátod volt már itt? Voltál már korábban is? Have you been here before? Hát, ha mégis csak van egy első látogatónk. We're just hoping we have a first time visitor. Okay. Claudia azt mondta, köszöni az imákat. Claudia said, thank you for the prayers. Arra gondoltam, most kezdjetek imádkozni értük. I thought that just start praying for them now. Dávid őrültnek tette magát. David pretended to be a fool. Mad. Mad. Bolond teljesen. Okay. Az egyik pásztor azt mondta, amikor mosogatni kell, akkor csinálom ezt. One of the pastors said that whenever I have to do the washing up, this is when I do that. Okay. Betakartalak, Pastor Shane. I covered you, Pastor Shane. Oh, bocsánat. Oh, no. Sorry. Okay. Hey, csak nagyszerű összejönni, nem? It's Krisztus teste. To come together, együtt the body vagyunk. Of Christ, as we are és together. Hálásak vagyunk mindannyian. And we are all thankful. Kivéve Pastor Shane. Except for Pastor Shane. Oh. Ezen túl. Okay.
Nézzük csak. All right, let's see. Okay, van egy nagyon fontos üzenet, nagyon egyszerű üzenet. There's a very simple and very important message. Kérlek, lapozzatok velem a Zsidók 11-hez, és remélem itt a Bibliád. Turn with me to Hebrews 11, and I hope you have your Bible with you. És tudom, időnként kivetítjük, és... And I know it's projected. Ha emiatt nem hordod magaddal a Bibliád, akkor inkább nem fogjuk kivetíteni. So if that's the reason why you don't carry your Bible with you, then we would rather not do it. De legyen nálad a Bibliád. But have your Bible with you. Amikor megtértem, when I got saved, arra gondoltam, I thought, mi van, ha történik valami katasztrófa, beszorulok valahová, what if some van még három happens, napom az életből, mielőtt meghalok, stuck, és nincs Biblia nálam, mi a fenét csinálok? Akkor mit csinálok három napig, what tudod? Can I do for three days? Úgyhogy mindig vittem magammal a Bibliámat ebből az okból. Igen, biztos van egy hosszú latin név arra, hogy én gondolkodom, de... I'm sure there's a long Latin name for the way I'm thinking, but... Okay. Hogy vagytok? Jól vagytok? Itt vagytok? Figyeltek? Rendben vagytok? Tudtok koncentrálni? Oké, nagyszerű. Jó, akkor prédikáljak már, oké. Köszönöm. Oké, Zsidók 11:1. Hebrews 11:1. A hit pedig remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Vannak dolgok, there are things, amiket látok, I see. Vannak dolgok, amiket meg tudok fogni. There are things I can touch. Vannak dolgok, there are things, amiket meg tudok ragadni, I can take hold of, a kezemmel, with my hand, és azt tudom mondani. And I can say, és természetileg azt mondom, naturally I say, ezek a dolgok számítanak. These things are the ezek things a dolgok matter. Érnek valamit. They are the ones that are worth csak ezek something. A dolgok jelentősek. Only these things are significant. De Isten but God adott nekünk egy képességet, gave us an egy készséget, ability. An ability. Amikor Krisztusban bíztunk, when we trusted in Christ, akkor megkaptuk ezt az ajándékot. We got this gift. Isten azt mondta nekünk, God told us, figyelj, listen, én megadom neked ezt a készséget, I give you this hogy bízz bennem, to trust me, hogy higgy az én igémben. To believe in my word. Srácok, ott hátul, figyeltek? Guys at the back, are you figyeltek? Paying attention? Úgy néz ki, mintha a kütyükkel foglalkoznátok. Figyeljetek, kérlek, jó? Oké, okay. Figyeljetek, kérlek. So listen, please. Oké, okay, a hit, az erről szól. Meg tudok ragadni olyan dolgokat, amiket nem látok, amiket nem tudok megfogni, és olyan sok dolog van az életemben, ami ilyen. Olyan sok dolog van az életemben, amit nem tudok látni, nem tudok megérinteni, de meg tudom ragadni. Tulajdonképpen minden ember rá van kényszerítve, is forced, hogy hit által éljen. To live by faith. Az is, aki nem hisz Jézusban. Even those who don't believe on Jesus. Okay, feltűnt ez. I don't know if you've realized tudod that. Miért? Do you know why? Mert nem vagyunk mindentudók. Because we are not all knowing. Ilyen egyszerű. That's all. It's ilyen so egyszerű. Simple. Pastor Stevens mesélte ezt. Pastor Stevens told this story. A fickó kijött az ajtón, bekopogtatott hozzá. He knocked a fickó on somebody's az ajtón, door and the guy answered the door. And he said, én csak azt hiszem el, én csak abban hiszek, amit értek. I only believe in what I csak abban bízom, amit meg tudok magyarázni. I only trust in what I can explain. És hörpölt egyet a pohárból, tej volt benne. And he drank from his cup, there was some milk in it. És Pastor Stevens azt mondta neki, ne igyad meg, ne igyad meg, az ember így, mi van? Mi van? És azt mondja, figyelj, tudod, nem tudod nekem megmagyarázni, hogy van, hogy a barna tehén megette a zöld füvet, és fehér tej lett belőle. Te ne igyad meg, mert nem érted. Úgyhogy ne igyad meg, mert nem érted. És tudod, persze ez nagyon egyszerű, de jó példa volt. De jó példa volt. És nekünk egyszerűeknek ez egy jó példa. De gondolj bele ebbe. Minden ember rá van kényszerítve, hogy hit által éljen. Mert olyan nagy része van a valóságnak, amit nem értek. Because reality, so much of reality is
I don't understand. Amit nem tudok megmagyarázni. I cannot explain. Amit nem tudok irányítani. I cannot ami control. Nincs a kezemben. It's not in my hand. Tudod, annyi van az életemben ilyen. There's so many annyi minden things van in my life az életemben. That are like this. Nem olvasok az emberek gondolataiban. I cannot read people's minds. Ha ettől féltél volna, akkor nyugodtan lehetsz a barátom, nem olvasok az elmékben, úgyhogy ne aggódjál. If you were afraid attól, hogy közelebb jössz, nem vagy nagyobb veszélyben. Just by coming closer, you're not in greater danger. Hogy nem tudnám. De rá vagyok kényszerítve. Vagy Krisztussal, vagy Krisztus nélkül. With hogy Christ hitben éljek. Or without Christ to live by miért faith? Olyan fogékonyak az emberek a babonára? So susceptible for az okkultra. And for the occult. Miért vagyunk olyan fogékonyak ezekre az ostobaságokra, a horoszkópra, meg az ilyen? Why are we so susceptible for these sötét, buta és gonosz dolgokra? These dark and stupid and evil things. Azért, mert minden ember kell, hogy kapaszkodjon valamibe. Valamibe kell kapaszkodni, mert nem értek mindent. Nem értem a teljes valóságot. Rá vagyok kényszerítve, hogy hitáltal éljek. És ha nem hiszek az igazságban, akkor nem marad más, csak valami hazugság. És akkor azt ragadom meg. Az ember legmagasabb funkciója, the highest function of man. Az emberi szív működésének a legmagasabb módja a hit. Faith is the highest way of the operation of the human heart. Ez a hit. That's faith. Ez a legmagasabb működési módja. That's the highest nem a szeretet. Form of operation. A szeretet az az love. Érzelmekről szól. Love is about emotions. Hanem a hit. But faith. A szívünknek a hit. In az, hogy döntök, hogy bízom Istenben, a hit. Ez a legmagasabb működése a szívemnek. Ez a legcsodálatosabb, ahogy működhetek. Ez a legnyűgözőbb dolog, hogy Isten szabadságot adott nekem, hogy döntsek, hogy kiben, hogy miben bízom. On whom or what I trust. Ez a legcsodálatosabb dolog egy ember életében, amikor azt mondja, hogy megragadom azt, amit Isten ígért, habár nem látom, habár csak remélem, de megragadom, és úgy élek, hogy elhiszem, hogy valós, és hiszem, hogy ez az enyém, és valóban működik. Második vers. Verse 2. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régiek. For by it the elders obtained a good report. Az életem, my life, az életem példa lehet, can be an example, ha ebben élek. If I live in this. A hit, faith, az én jogom arra, hogy ismerjem az én Istenem. Is my right to know my God. A hit az a mód, ahogy növekszem Istennel. Faith is the way I can grow with God. A hit az a mód, ahogy másként élhetek. Faith is a way how I can live differently. Más mélységgel, with different depths, más jövővel előttem, a different future ahead of me, más céllal and different az életemben. In my life. Én nem fogok belemenni, csak, I won't go into that, csak but nyugodtan vidd haza, gondolkodj ezeken, annyi minden van ebben. De szeretnék veletek végigmenni egy jó részén ennek a fejezetnek, úgyhogy nem fogunk nagyon leragadni. I'd like to go through a big part of this chapter together with you, so we won't úgyhogy, get stuck in some úgy, point. Úgyhogy ez a gondolat, that's the thought. Hogy a hit, so faith, az ad nekem valami gyönyörűt, gives me meg tudok ragadni beautiful. Valamit, és az életemet I can take példává teszi, and it makes az életemet my life áldássá teszi example. Mások számára. It makes my valaki life a más blessing for others. Az életem else, végén vagy utána at the end ránézhet of my life az életemre, és azt mondja, say, Istent akarom követni. I want to ez egy jó God. Példa nekem. This is a good erre van szükség. For me. This is figyelj, what I need. A gyerekeinknek erre van szükségük. Akár van gyereked, akár nincs. A gyerekeink a gyülekezetben. Erre van szükségük, hogy lássák a hitedet. A következő nemzedéknek erre van szüksége, hogy lássa az életed bizonyságát, hogy hitben jártál. És ráadásul, hatodik vers, nem csak emberekről szól ez, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Megfordítva,
Csak Istennel lehet Istennek, bocsánat, csak hittel lehet Istennek tetszeni. You can only please God by faith. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és hogy ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. For he that comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. A benne való bizalom, ez az, amire vágyik. Ez az, amit kér tőlünk. Azt mondja, merj bízni bennem. He tells us, dare to trust me. Okay, nézzük a harmadik vers. Verse 3. Okay. Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Mit jelent ez? What does this mean? Figyelj, a legnagyobb mód, ahogy... Okay. Ahogy a legtöbbet érthetem a világból, the way I can understand the most out of this world, az nem az ismeret. Is not knowledge. Az nem az ismeret. It's not knowledge. Az ismeret hasznos. Knowledge is useful. De az ismeret nem elég. But knowledge is not enough. Lehetek sokat tudó bolond. I can be a fool who knows a lot. Könnyen, easily. Nagyon könnyű. It's very easy. Sokat tudni, to know és mégsem tudni összerakni az életet. But still not being able to figure out life. Menj el egy egyetemre. Just go to a university. Nézd meg a professzorokat. And look at the professors. Sokat tudnak. They nagy know ismeretük a van, they have great knowledge, de nem biztos, hogy a házassága sure rendben van. Right. Ne, egyáltalán nem jelent semmit a nagy ismerete. Nem biztos, hogy rendesen éli az életét. Nem biztos, hogy egészséges a gondolkodása. Nem biztos, sure hogy egy gerinces ember. That they have integrity. Nem biztos egyáltalán. It's a sok sure ismerete nem jelenti ezt. All their knowledge means az, hogy sokat tudok a Bibliából, just the fact nem jelenti, that I know a lot of the Bible, hogy valóban a megfelelő módon élem az életem. Beleeshetünk ebbe a csapdába. Mi valami többről trap. Beszélünk. We are talking mi azt mondjuk, hit által értjük meg. By faith we understand. A hit összerakja nekem faith. A képet. A hit megérteti velem. A hit megmutatja nekem. Nem ismeret által értem meg. Tanulom a pszichológiát. Lehet bibliai pszichológiát a bibliaiskolában. Ez egy fontos dolog. De hit által értem meg, hogy ez mit jelent. Hit által ragadom meg, hogy mit jelent, hogy az ember elbukott, hogy az ember megbocsájtást nyert, hogy Krisztus vére megmosta az én bűnös lelkiismeretemet. Az, hogy tudom mindezt, az nem jelent nekem semmit, de hit által megértem és megragadom, és tovább tudok menni vele. Hit által többet tehetek, mint amit észszerűen meg tudnék tenni. Then I could do reasonably. Hit által by faith, örvendezhetek valamiben vagy valakiben. I can rejoice in something or someone. Azt mondom. I say hallelujah. Hallelujah. Pastor Ati. Pastor Ati. Micsoda testvér. What a brother, micsoda barát. What a friend, micsoda bölcsesség. What a wisdom, micsoda tanács. What mennyi counsel, igazság az igéből. How micsoda vezető. Truth from the word, és aztán leader, ott a másik hang. And then there's the other voice. Ott van az ellenség. The enemy azt mondja, ez, the enemy says, this one, ez, mondjál róla valamit. Say something about ez him. Ez csak valami okoskodó, valami, nem is tudom, milyen szavakat szabad itt használni. Tudod, ez egy haszontalan, értéktelen, nyomorult, tudod, siker, ki ez, tudod, ki ez, ott a másik hang, figyelj, azt mondja, hitáltal, nekem jogom van örvendezni a testvéremben, nekem jogom van gyönyörködni a testvéremben, nekem jogom van élvezni a közösséget, de nem emlékszel, tegnap bántott meg, ő meg ma. And she tudod, és today. Tudod, ő meg beszólt, amikor bejöttél. Ő meg visszahúzódott, amikor szükséged lett volna egy jó barátra. Emlékszel? És azt mondom, hitáltal, nekem jogom van. Nekem jogom van örvendezni. Nekem jogom van gyönyörködni. The right to delight. Én nekem hitem van. I have faith. Ó, és figyelj, a világ azt mondja. And listen, the world says. Én ezt meg tudom magyarázni. Hey, I can explain this. Van rá egy pszichológiai magyarázat.
magyarázatom. Ez egy pszichológiai jelenség. A gyengeségedből következik. A szükségedből, a problémáidból. Figyelj! Ne hagyd, hogy megraboljanak. Hit által értjük meg. That you would be robbed. We can understand hit by faith. Által értjük meg azt, amit Isten adott nekünk, azt, ahova helyezett minket, a célunkat. Ne engedd megrabolni magad. Don't allow anyone and anything to rob hey, you. Nekem egy Istentől kapott jogom van arra, hogy örvendezzek, I've got a right hogy that élvezzem. I received from God that I could rejoice, az én Istenem adott nekem hitet. My God gave me faith. Azért, hogy más szemekkel lássak, so I could see mint ahogy with te látod a pásztorat itt. Azért, hogy másként nézzem so őt, hogy más szívvel élhessek. I could live with a different heart. Hit által értjük by meg. Faith we understand. A hit egy másféle, egy nagyobb megértést ad nekem. Gives us a different kind of a egy greater másik understanding. Another, something else. Nézzük, negyedik, ötödik vers. And then let's look at verses 4 and 5. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Miről szól ez a vers? What is this verse azt mondja, about? Nem az áldozat számít, it says, it's not the sacrifice that matters, hanem a kapcsolat. But the relationship. A kapcsolat Istennel. The relationship with God. Ötödik vers. Verse 5. Hit által ragadtatott el Énok. By faith Enoch was translated. Figyelj, nem az érdem. It's not merit. Nem az érdem. It's not merit. Hanem hogy tetszett Istennek. But that he pleased God. Nem azért tetszett Istennek, mert annyira jó volt. And he didn't please God hanem because mert he was hit. So good, but because hanem he believed. Hit. Because he believed. A hit. Faith. Az nem érdem. Is not a bizalom. Az nem trust teljesítmény. Is not performance. Hanem a hit. But faith. Az ami tetszik Istennek. Is what pleases God. Azt mondja, figyelj. It says, fogtam listen, valamit. I took something aminek önmagában nem lenne értéke. That in itself it would have no value. Egy értelemben minden embernek kell hinnie valamiben. In a sense, everybody needs to believe in something. Igazuk van a világban, amikor beszélünk az evangéliumról embereknek az utcán. And people in the world, when we are sharing the gospel with them on the street, they are right. Amikor azt mondják, hát valamiben hinni kell. When they say, well, you have to believe igazuk in something. Van. Tényleg they így right. Van, valamiben really hinni so. Kell. You have to believe és in Isten something. Azt mondja, ennek magában nem lenne értéke. Mindenki rá van szorulva. No value because everybody needs de ha belém veted, ha bennem hiszel, faith in me, if you believe akkor, in akkor, me, akkor üdvösséget adok neked. That I give you akkor salvation, üdvösséget adok that I give neked. You salvation. Okay, ha nem vagy hívő, and if you're not a believer, nem tudom, van-e itt olyan, I don't know if there's de, anyone de hívlak here, téged, but I call you, hozz egy döntést. Make a decision. Azt mondja Efézus 2.8, Ephesians 2.8 kegyelemből says, nyertetek üdvösséget. You are saved by grace. Hit által. Through faith. Ez nem tőletek van. It's not of yourselves. Isten ajándéka ez. It's a gift of God. Okay, ez az, amiről beszélünk. And this is what we are talking about. Hinni. Magában egy értéktelen dolog. In itself, it's a useless de Isten thing. Azt mondja. But God says. Tetszik, hogy ezzel hozzám jössz. Ez az. Megtaláltad a megfelelő forrást. Megtaláltad a megfelelő forrást. You found the right source. A hatodikat már megnéztük. Hetedik. So verse 7. Hit által kapta az intést Noé. By faith Noah was warned. És hit által bárkát készített. And by faith he made an ark. Hogyan készített bárkát? How did he make the ark? Noé volt az első időjós, nem? Noah was the first weather forecaster. Nem. No. Noé előrelátó volt. He could see in the future. Nem. No. Nem előrelátás volt. No, it was not a foresight. Nem előrelátás volt. It wasn't foresight, hanem engedelmesség. But it was obedience. Engedelmesség. It was obedience. És figyelj, ez egy fontos dolog. And listen, this is something important. Hívő vagy. You are a believer. Van hited. You have faith. Tudom, hogy van kétei is. I know you also have doubt. Mindannyiunknak van. We all have it. Nem kell hazudni. We don't have to lie. De but van hited is. You also have faith. Van hited is. You also have faith. És itt a kérdés. And the question is this. Fontos-e mekkora a hited? Is it important fontos-e how big your faith is? Hol vagy a hiteddel? Is it important where you are at with your faith? Figyelj, nem az számít, hogy hol vagy. It doesn't matter where you are nem at. Az számít, hogy mekkora. It doesn't matter how big it is. Hanem, hogy használd. But whether you hogy use gyakorold it or not, magad a hitedben. That you would exercise yourself in your faith. Figyelj, this is arra what szeretnélek matters. Bátorítani. So I'd like to encourage ha az Úr elég you, ideig vár, if the Lord tarries long enough, akkor egy nap mind ott leszünk a halálos ágyunkon egyenként. Arra bátorítanálak, hogy a halálos ágyadon gyakorold magad a hitedben. Deathbed, just
exercise yourself in your faith. Amikor a legnagyobb siker van az életedben. When there is the greatest success gyakorold magad a hitedben. Amikor a legnagyobb öröm jön, gyakorold magad a hitedben. Amikor a legnagyobb szomorúságod jön, gyakorold magad a hitedben. Figyelj, nem számít, hol vagy. Otthon. Gyakorold magad a hitedben. A missziós mezőn. Gyakorold magad a hitedben. A Biblia iskolában. Gyakorold magad a hitedben. A munkahelyeden. Gyakorold magad a hitedben. Egyedülálló vagy. Gyakorold magad a hitedben. Házas vagy. Nem válhatsz el. Gyakorold magad a hitedben. Gyakorold magad a hitedben. Ha egyedülálló vagy, van egy jó hírem. Ha akarsz, maradhatsz egyedülálló. Tudod, és ez rendben van. Mit próbálok mondani? Nem tudom pontosan. Járjunk hitben. Járjunk hitben. Járjunk hitben. Nagyon egyszerű üzenet. Figyelj, de szeretnék néhány színes lufit kipukkasztani. But I'd like to pop some colorful balloons. Tudod, nem tudod, miről beszélek. Néha használom ezt a kifejezést. Sometimes I use this expression. A hitünkben but in our faith, van egy ilyen jó képességünk. We have this good ability. Fogunk valamit, we take valami kis dolgot, something small, felfújjuk jó nagyra, and we blow it up to be very big, odáig, amíg már egy hamis tanítás, egy hazugság, so that it becomes a lie, a false teaching, és aztán nagy örömmel adogatjuk egymásnak. And then with great joy we just adogatjuk egymásnak a színes lufikat. És csak szeretném, ha nem egy hazugságban élnéd az életed. I'd like you nekem kicsi hitem van. Oh, I have a small faith. Tulajdonképpen felesleges vele bármit csinálni. Actually, it's useless to do hazugság. Anything with it. Ez egy színes lufi. Oh, annak van igazi balloon. Hite, aki a missziós mezőn van. Oh, it's those people who are on the mission Láttam field embereket who have a missziós mezőn, akik nem hitben jártak. On the mission field who did not walk by faith. Nem ezen múlik. It's not up színes to this. Lufi. That's also another colorful balloon. Bökjük ki a dolgot. So nem érdekes. Ne gondolkodjunk ebben. Nem az számít, hogy hol élsz. Milyen körülmények között jársz. Figyelj, ha fogsz egy közönséges embert, egy ostoba embert, egy sötét embert, és királlyá teszed. And you make them egy nagy ország királyává teszed. Beülteted a pompába, a ragyogásba, a szép ruhákba, a nagy döntések közé, a bölcs emberek közé. De ő... But he is like that. Akkor számít-e, hogy mit visel? Számít-e, hogy hol van? Figyelj, ugyanígy veled is. Hogyha egy undorító börtöncellában lennél, valami mocskos helyen, ahogy sok testvérünk van, Iránban, Indonéziában. Many of our brothers are at in Iran, Indonesia and other places. Okay, ott nem, ott csak megölik őket. Maybe not in Indonesia, they just kill them. Tudod, ezeken a helyeken vannak. És figyelj, mi számít? What matters? Az, hogy a hitükben járnak-e. It's azt számít. They walk by és ha beteszed faith, a hitet abban a mocskos börtöncellában, into that dirty prison cell, akkor a hit az gyönyörű ott. That faith will be beautiful. Ugyanúgy, ahogy there, gyönyörű a sikerben, és a ragyogásban, és az örömben. Vagy amikor együtt dicsérjük az Urat, ha hitünk van, akkor ez gyönyörű. Faith, ha összejövünk, de nincs hitünk. Ha imádkozunk, faith, de nincs hitünk. When we pray, but we don't have faith, Isten mentsen. Then God forbid, Isten mentsen, az God szörnyű lenne. That would be terrible. Okay. 8. verstől. From verse 8. 8-9-10. vers. Verses 8, 9 and 10. Hit által engedelmeskedett Ábrahám. By faith Abraham obeyed. Okay, mit jelent ez? What does it mean? Figyelj, Ábrahám engedelmeskedett. Abraham obeyed. De nem a saját akarat erejéből. But it wasn't nagyon fontos. By his own nagyon fontos. Willpower. Sokszor it's emberek összekeverik. Many time people mix that nekem up. Van hitem. Oh, I do miért? Have faith. Why? Mert van akaraterőm. Because és meg tudom csinálni, amit kell. And because I'm able to do ez what I'm erről supposed szól. To do. But it's not about that. A hit megvan a leggyengébb ember, meg lehet a leggyengébb embernek can is. Be there even in the weakest person. Nem akaraterő. It's not about willpower. Hanem hit. But it's faith. 11-12. vers. Verses 11 and 12. Hit által nyert erőt Sára az ő méhében, hogy fogadjon. Through faith
Sarah herself received strength to conceive seed. Nem biológiai volt a dolog, hanem egy csoda. Ez nagyon fontos. Figyelj, tele van a világ ezzel. Ha azt mondod, csoda történt, körberöhögnek. Oké, tudod, megmagyarázzák, azt mondják, minden csak anyagi, minden csak természeti. Ezt senki nem hiszi. Ha valaha szerettél, akkor ezt nem hiszed igazán. Ha valaha élveztél zenét, akkor ezt nem hiszed igazán. És meg egy csomó mindent mondhatnék. De az ember azt mondja, nincsenek csodák. Nem igaz. Tudod, nem igaz. De van-e hitünk? Merünk-e kérni? Vagy csak azért imádkozunk, ami úgyis magától értetődő. Uram, add, hogy holnap reggel is fölkeljen a nap. Lord, let the sun rise tomorrow morning as well. És aztán fölkel a nap. Na, and then the sun rises. And then, all right. Okay, ez, tudod, miért imádkoznék? Azért, ami természetileg megtörténik. Miért kérném ezt? Isten azt mondja, bíz bennem. Számíts rám. Gondolkodj velem. 13. vers. Oké, ezt olvasd el velem. Ez egy nagyon fontos vers. Mert sokszor csalódottak vagyunk. Oké. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Érted, amit mondott? Do you understand what it says here? Hogy azt mondja, it says, hitben haltak meg, de nem kapták meg az ígéretet. That they died in faith, nem kapták but meg az ígéretet. Haven't received nem lett the promise. Az övék. Nem it teljesült be az életükben. Theirs. It never was fulfilled in their lives. Nem mindig teljesül be. De it's not always fulfilled, lehet hitem. I can have lehet faith. Hitem. I can have lehet faith. Hitem. I can nem have feltétlenül faith. Teljesen, de lehet hitem. Maybe it won't be fulfilled, ez egy lenyűgöző gondolat. And that's an amazing thought. Gondolj bele ebbe. Just think about végigélték az életüket, they lived their de nem whole kapták life, meg. But they never received de nem kapták it. Meg. They never received it. És akarok erről majd mondani valamit mindjárt. De először, say something about that, but before that, gondolj be, itt vagytok még? Are you still with tudtok me? Még figyelni? Can you still rendben? Concentrate? Jó, okay. Okay. Azt, van egy várakozásom. So we have an expectation. Tudom, minek kell történnie. I know what azt should mondom, happen. I say, ha ide akarok eljutni, if I want to get here, akkor Isten, then God, ennek és ennek kell megtörténnie. This and this and és a logikus következménye az. And the logical consequence will be that. Isten meg azt mondja, and God says, nekem van egy jobb ötletem. I have a better idea. Én vagyok Isten, I am God, te meg higgy bennem. And you believe me. Ennyi. That's it. Hey, én bizonyosságot akarok. Hey, but I want assurance. Van egy jó hírem. I have a good news. A hit a remélt dolgok felőli bizonyosság. Faith is the evidence of things not seen. Kösz. Thank you. Isten azt mondja, igen, ez az, so, amit tartogatok neked. Says, yes, de Uram, várj. You, but Lord, wait, ahogy lépkedek előre, as I'm walking forward, nem ez történik. 1, 2, 3, és aztán látom, hogy a negyedik lesz a következmény, ahova el akarok jutni. Hanem az első lépés ide vitt, but the first step took me here, a második ide, and the second one there, és ha nem lennék eléggé összezavarodva, a harmadik visszavitt oda. And if I weren't confused enough, the third one took me back there. Hogyan lesz ebből az az eredmény? So how will it ever end és up Isten in this? Azt mondja, bíz bennem. And God says, trust me. Számíts rám. Count on me. Bíz bennem. Legyen trust hited. Me. Have faith. Gyere tovább velem. Come forward with me. Kösz, Uram. Thank you, Lord. Isten azt mondja, igen. God says, ez yes. Az, amiről beszélünk. That's what ez we are az, ami talking számít. About. That's mersz-e what really bízni matters. Bennem? Do you dare to mersz-e trust bízni me? Bennem, amikor elbuksz? Amikor elszúrod a dolgokat? Amikor minden tönkre teszel? Mersz-e előre nézni és azt mondani? Isten tudja. Istennek célja van. Én bízom benne. Ő tudja, hogy mit csinál. És végigmegyek az életen. És majd ő megcsinálja, amit kell. Figyelj, nem fatalizmusról beszélünk. Nagyon fontos. Nem arról beszélünk, hogy kapcsoljuk ki az agyunkat, a logikánkat. Nem. Nem erről beszélek. Ha nem érted, miről beszélek, akkor kérd az Urat, és kezd növekedni ebben. Tégy lépéseket, kicsi lépéseket hitben, egyszerű imák.
Simple prayer. Egyszerű bizalom. Simple trust. Elkezdeni szolgálni. Start ministering. Hitben kilépni oda, ahova Isten hív. És aztán megérted, hogy miről beszélek. De tanulnunk kell ezt. Növekednünk kell ebben. But we need to learn it, we need to grow in it. Gondolj bele velem just egy pillanatra. Think of this with me for a moment. Kettő királyokban, in 2 Kings, 4. fejezet, 40-41. Verses 40-41. Ott a fazék, tele van valami mérgező vacakkal, az ember nem tudta, hogy miből főz főzeléket, és mérgező. And it's poisonous. És azt mondják Isten emberére, Isten embere, halál van a fazékban. Vedd ki a halált belőle, és akkor meg tudjuk enni. Take death out of it and then we can eat it. És Isten azt mondja, nekem van egy jobb válaszom. I've got a better answer van egy jobb for válaszom. That. I've got a better answer for és, that. És hozzatok egy marék lisztet, so és beleszórja. Handful of flour and then he és puts kész. It in there and that's it. És tudod, így van az életünk. And this is tele van our life mérgező dolgokkal. It's full of poisonous things. Sok minden megmérgezheti a lelkemet. Many things a keserűséggel, can poison my soul with bitterness. Az elégedetlenséggel. A haraggal, a gyűlölettel, anger, sok hatred, minden beültethet egy mérgező dolgot a szívembe. És Isten, és azt mondanám, say, Isten, vedd ki a mérget, God, vedd ki a mérget, mint amikor a kígyók megmarták őket. Like emlékeztek, mi volt a megoldás? Isten azt mondja, God says, hogy kiszívjuk a mérget. We just suck out the nem, poison. Nem ezt mondta. This azt mondta, nézzetek said, az érckígyóra. Nézzetek az érckígyóra. És aztán a méreg nem hatott. And then ugyanígy the a fazék. No effect, the same way the Isten azt mondja, dobd bele lisztet. Says, és beledobták. És aztán nem volt mérgező. De még mindig benne van a méreg. És figyelj, ilyen az életünk. Lehet, hogy Isten nem veszi ki azt, ami, life is like. Maybe God won't take out, ami megmérgezhetné a szívemet, those things that could poison de, a, my heart. De az a liszt, but that flower, az a tannak a képe, and that's a picture of a pontos tanításnak a képe, precise teaching. És ahogy jön a tanítás az életembe, and as this teaching megőrzi comes a szívemet into my life, it will keep a méregnek my heart a hatásától. From the effects of the poison. De én nem ezt vártam, Isten. But I didn't expect én azt that, vártam, hogy God. Minden baj kikerül az életemből. I expected that every trouble would avoid me. És Isten azt feleli. And God says, mersz-e hinni bennem? Do you dare mersz-e számítani me? Rám? Do you dare mersz-e to tovább count jönni me? Velem? Do you dare to go forward with mint me? Ameddig a logikád elenged téged? Go beyond the place where your logic would mersz-e allow tovább you to jönni go? Velem? Do you dare to go on? 2 Mózes 15-ben. In Exodus 15, amikor a víz sós volt, when the water és nem was tudták salty, meginni, and they couldn't keserű drink volt a víz, it. Nem it tudták bitter, meginni. They couldn't drink it. És figyelj, annyi minden van a világban, and there are so many things in the world, ami nem elégít meg minket. That cannot satisfy us. Tudod, milyen a sós víz? Do you know what salty water tudod, is mi történik like? Az ember do you know szervezetében? What happens in your body? Izzadsz, you're sweating, és elmegy a víz, and the water a só ott gone, marad, and then the felborul a dolog. Stays there, so több the só van, mint kéne. Gone. Ki kell egyensúlyozni, vizet kell hozni. Need it, so you have to balance it. You need some more water. De ha sós vizet iszol, but if you drink salty akkor mind a kettő water, növekszik. Then both will grow. És nem segít rajtad. So it won't help you. Nem csak vizet ad, hanem azt is, ami a szükséget növeli, a szomjúságot növeli. It doesn't only give water, but also the thing that will make your thirst, make your need grow. És a világunk tele van ilyenekkel. And our world is full azt mondja, of that. Hey, says, én majd megelégítelek hey, téged. I will satisfy hey, you. Hey, tudod, ide nézz. Just erre look, van szükséged. This is what you és need. Ha elhiszem, and if I believe, és elkezdem azzal táplálni a szívem, and if I start feeding my heart nem with that, csak, hogy megelégít engem egy pillanatra, és van széles mosoly az arcomon egy órára, maybe egy napra, it will egy hétre, me for és azt mondom, ó, de jó. Hanem and then I will be just smiling and say, oh, it's so good. Tesz még valamit. But it also does something else. Ad egy nagyobb szükséget, it gives egy nagyobb me a éjséget, need, egy nagyobb vágyat. Még adj nekem, desire. Még adj nekem, just még adj nekem, még adj nekem. Give me more. Az ember elmegy egy gyors étterembe, you go to a fast food restaurant, és csak még többet akarsz enni. And then you just want to eat more nem tudom, mit raknak more. Bele, komolyan tűnődöm. I don't know what they put into that food, but de még akarok belőle. But I want more of it. Pedig, na mindegy. De
de ez a gondolat, thought, hogy annyi van ebben a világban, so much in this world, ami nem elégít meg, that cannot satisfy, és azt várnám, and I would expect, Isten majd kiveszi a sót belőle, that God would take out kiveszi the azt, ami a szükségemet növelni, és akkor jól leszek. He would take out those things which would make my need grow, and Mózes then I will be okay. Fogta azt a fát, 25. versben, beledobta, és a víz édessé lett. Okay, a kereszt, Krisztus keresztje, az a megoldás az életemre. De ezt kizárólag hit által tudom alkalmazni. És ha nem érted, mi a keresztről a tanításunk, and if you don't understand what is our teaching about menj the cross, a bibliaszó.hu-ra, just go nézd on meg our a kereszt, website and találsz look egy csomó it. Üzenetet, hallgass meg egy párat, just, kezdj el járni benne. You will find lots of messages on that and listen to them and start kereszt, walking in és that. Megoldja a problémámat. The cross will solve my problem. Ja. Azt mondom, I say, Uram, Lord, elvárom tőled, gondoskodj rólam, add meg nekem, me, amire szükségem give van. Me what I need. Adj nekem egy, adj nekem eleget, kérlek. Give me enough, please. És így voltak a zsidók 2 Mózes 17-ben. In Exodus 17. Ez volt a hely, ahol azt mondták, adj nekünk vizet, és én egy jó nagy édesvízű tavat várnék, Uram. I would expect a huge pond with sweet water. És Isten azt mondja, and God says, nem, én vizet fakasztok a sziklából. I will give you water egy folyamatosan áradó forrás. A well that's coming out én ezt akarom neked adni. This is what I want to give to you. De figyelj, listen, ez Krisztus. This is Christ. Tudod, Krisztus, Christ, a kereszt, the cross, a tanítás, the teaching. Csak hitáltal ragadhatom meg. I can take hold csak of hitáltal it van faith. Válasz. Only by faith I will receive an a szívem mérgezésére, for the poison a szükségem in my heart, állandó növekedésére, for the continual growth of my need, a kényelem szeretetemre, for my love arra, of hogy comfort, csak el akarom engedni magam, that I just want to és nem akarok mindig valami frisset keresni. And I don't always want to look for something fresh, okay, again and again. Ez az, amit mondani akartam. And this is what I wanted to share. Tudod, a hitünk, our faith, csodálatos dolog, is an amazing thing. És tudod, használjuk, so let's gyakoroljuk, use it. Let's annyira exercise jelentős, ourselves in it. It's so annyira significant. Jelentős. It's so significant. Okay, még egy utolsó dolog. And one last thing. Itt a 13. versben. In verse 13. Amikor a dolog, amit várnál, nem történik meg, amikor a dolog, amiért imádkoztál, nem válik valóra, akkor meglátod, hogy miben volt a hited. Ne vesd a hited dolgokba, eseményekbe, emberekbe. Add nekem azt a lányt feleségül. Let this girl be my wife. Boldogan hozzámegy valaki máshoz 2 hét múlva. And she's happily married with someone else in 2 weeks. Itt a vége. That's the end. Többé nem vagyok hívő. I'm no more a believer. I was disappointed with my faith. Elhiszem. I believe that. A hited. Your faith. A házasságodban volt azzal a lányjal. Was in your marriage with that girl. Nem pedig Istenben. And not in God. Ne vesd a hited. So don't dolgokba, put your faith into things, emberekbe. Events or people. Oh, a Pastor Kende. Oh, oh Pastor Kende. Oh. Oh, leborulva imádjuk. Okay. Tudom, hogy nem vagytok megkísértve. Tudom, hogy nem vagytok megkísértve ezzel that. A dologgal, hála Isten. You're not tempted, thanks sokat be to teszek God. Ezért. I do a lot for that. De tudod, mi van, what if, ha egy nap one day, tudod, elhagyom az Urat? I leave the Lord. Kérdés, mit csinálsz aznap? Question, what are you gonna do that day? Csalódtam a hitemben. Oh, I was miért? Disappointed hát with a pásztorom hite hagyott lett. Because my pastor became apostate. Elhiszem, hogy csalódtál a hitedben. I believe that you would ha egy emberben be hiszel, disappointed. Na. In your faith, if you believe in a man. Nem, higgy Istenben. But no, believe Istenben. In God. Higgy Istenben. Believe in God. Ne, tudod, ez annyira fontos. It's so important. Amikor az imádra Isten nemet mond, when God says no to your prayer, akkor megtudod, hogy miben volt a hited. Then you will realize what your faith was in. És hogyha a csalódottságod nagy,
And if your disappointment is great, akkor ne próbáld Istenre kenni. Then don't try to blame God for that. Hanem te voltál az, aki nem a megfelelő dologba vetetted a hitet. But it was you who didn't put your faith in the right thing. Könyörög, döngess a menny ajtaján, ne hagyd abba, mint ahogy imádkozunk a fekete orsikáért, tudod, ne hagyjuk abba, imádkozzunk érte. Ahogy másokért imádkozunk, ahogy megtérésért imádkozunk, emberek életében, tudod, csak újra meg újra, ahogy gyógyulásért imádkozunk, tudod, nem hagyjuk abba, döngetjük a menny kapuit, de a bizalmunk Istenben van, nem a gyógyulás az Istenünk, nem a csoda az Istenünk, nem a siker az Istenünk, nem a tökéletesség az Istenünk, nem az a lánya, nem az a fiú, nem az az esemény, nem az az ember, hanem Isten, és ő benne bízunk, és ő benne bízunk. A hitetlenség, a hitetlenség megrabol engem a hit minden áldásától azonnal. Azonnal. Beszélgettem nem egy emberrel, aki azt mondta, Isten soha nem adott meg nekem semmit. God never gave me anything. Isten soha nem válaszolt az imáimra. He never answered my prayers. De jól emlékszem, but I remember well, hogy valamivel korábban that not nem egy közülük azt mondta, more before, many of them said, nem egy közülük azt mondta, not only one of them, but many of them said, hogy wow, Isten annyira jó hozzám, oh God, Isten is so ad good nekem. To me. He is giving to me. Figyelj, ha hited azon múlik, depends on, hogy Isten igent vagy nemet mond az imáidra, God saying yes or no to your prayers, akkor egy nap then one day, ez csődöt fog mondani. It will be mert a disaster, el fog jönni a nap, hogy Isten nemet fog mondani az imádra. The day will come when azért, God says no hogy növekedj, prayer, azért, so hogy tanulj, grow, so azért, you would learn, hogy azt mond, so oké, okay, Uram, all right, Lord, akkor itt az idő, hogy tényleg bízzak benned. For me to really trust ne, you. Ne járj hitetlenségben. Don't walk in unbelief. Azonnal megrabol téged. It will rob azonnal from úgy you érzed. Right away. Right away azonnal you will úgy érzed, right away mintha you soha feel nem adott volna Isten semmit. God would have mintha never soha given nem you anything, járult volna hozzá az életedhez. Pedig nem given igaz. Anything to your life, but it's not true. Amen. Amen. Ennyi, Atyánk. Heavenly Father, köszönjük neked, thank you, hogy adtad nekünk a hit lehetőségét, that you gave hogy hitben járhatunk, hogy hitben faith, imádkozhatunk, that we can walk hogy hitben felismerhetünk dolgokat, megragadhatunk faith, dolgokat, hogy hitben előre tekinthetünk, hogy hitben örömünk lehet, hogy hitben vigadozhatunk a testvéreinkkel. Áldunk téged, Urunk! Lord, we bless dicsőség you. Neked, Istenünk. Glory be to you. És Uram, hitben kérünk téged, hitben you, kérünk téged gyülekezetekért, hitben kérünk téged megtérőkért, hitben kérünk téged egységért, hitben kérünk téged gyógyulásért, hitben kérünk téged szabadulásért, hitben kérünk téged épülésért. Uram Istenem, kérünk téged, hogy egy év múlva lenyűgözve tekinthessünk vissza, hogy mi mindent munkáltál az életünkben, a gyülekezetünkben, a családjainkban, az otthonainkban, a munkahelyeinken, a szolgálatunkban, a misszióban, a hit által. Ó Istenünk, kérünk téged, nagy bizodalmunk van benned, nagy a dicsekvésünk, nagy a mi örömünk. Köszönjük, Urunk, áldunk téged. Ha úgy vagy itt, ezen az estén, hogy nem ismered Jézust, vagy nézed a neten, még soha nem hoztál döntést mellette, a hit nem egy érzés, nem olyasmi, ami hirtelen rád szakad, és érzed, hogy most már bízol, not nem. Something that suddenly falls upon you and then you feel that now I'm trusting. No. Ez egy döntés. It's a decision. Ahol azt mondod, where you say, eddig magamban bíztam, so far vagy I egy vallásban, in myself, I trusted vagy valaki in myself, másban, or a religion or someone else. Most akkor benned bízom, Jézus. But now, Jesus, I'm gonna Jézus, trust kérlek, in you. Ments meg engem. Jesus, please save me. Mondd azt a szívedben. And say it in your hozd heart. Meg ezt a döntést. Make this decision szívedben, Isten in your előtt. Heart before God. Mondd azt a szívedben, Jézus Krisztus, say it in your heart, Jesus Christ, mai napon today, jövök hozzád, I come to you, kérlek téged, and I ask you, ments meg engem. To save me. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Thank you that you died for me on the cross. Fizettél a bűneimért. You paid for my sins. Nem nekem kell fizetnem. I don't have to pay for them. Jézus, kérlek,
gyere az életembe. Please come into my life. Ments meg engem. And save me. Meg akarlak ismerni. I want to know you. Szeretnék egy új kezdetet. I want a new beginning. Szeretném veled élni az életem. I want to live my life with you. Jézus, bízom benned. Jesus, I trust you. Hiszek benned. I believe in you. Ments meg engem. Save me. Ha életedben először imádkoztál, and if you pray this prayer for the first time in your life, then as the church is praying, kérlek egy pillanatra csak tedd fel a kezed, ha tudjam, aztán leteheted, szeretnék veled örülni, ha meghoztad ezt a döntést, az életed legjobb döntése, van-e valaki, aki meghozta, köszönöm, Isten áldjon meg. Van-e még valaki, nyugodtan tedd fel a kezed, aztán leteheted, szeretnénk adni egy csomagot, ami segít elindulni az úton, van-e még valaki, tedd fel a kezed nyugodtan, aztán tedd le, a döntés a lényeg. De nagy öröm, ha tudhatjuk. It's the decision that's the important thing, but it's Isten a great áldjon. Joy for Köszönöm. Us if we can know. God Köszönöm. Bless you. Thank you. Van-e még valaki? Anyone else? Még valaki ma este? Anyone else tonight? Bízz benne, higgy Just benne. Trust him, believe Jézus, in ments him. Meg engem. And say, adj Jesus, nekem új életet. Hiszek save benned. Me, give me a new life. Meg akarlak ismerni téged. I want to know you. Rendben. All right. Mennyei atyánk, Heavenly Father, köszönjük a fivéreinket, thank you for our brothers, áld meg őket az úton, and we ask you to bless vigyázz, takard be road. Őket, just protect them, cover them. Istenem, oh God, adj nekik helyet, give them a place, helyi gyülekezetben, in the local segíts church, megtapasztalniuk ezt, help them to experience áldunk this. És magasztalunk téged, and Jézus nevében, receive all the blessings in Jesus' name. Amen. 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 Kérlek, álljatok fel, please stand és énekeljünk el egy dal, dicsérjük őt. Let's sing a song and let's praise him. To worship.
csak emeljük fel a kezünket, dicsérünk téged, Urunk, áldunk téged, magasztalunk téged, köszönjük Istenünk, hitben áldunk téged, magasztalunk téged, hitben megyünk tovább, vezess minket, segíts Uram túllépni mindazon, ami megkötözne, hitáltal, a kényelmünkön, megszokásunkon, lustaságunkon, a vágyainkon, a hazugságokon, Istenünk, szeretnénk veled járni, bízni, növekedni. Köszönjük neked mindazt, amit kaptunk már. Annyi okunk van a hálára. Ó, igen, Urunk, áldunk téged. Hitáltal annyi áldást ismerünk fel. Hitáltal annyi örömünk van, amit a hitetlenség soha nem adhat meg. Imádunk, áldunk téged, magasztalunk, dicsőség neked. Imádlak, ó Uram, imádlak Istennel, ezért vagyok, és élek örökké. Imádlak, ó Uram, imádlak Istenem, ezért vagyok, és élek örökké. Imádlak, Uram, imádlak Istenem, ezért vagyok, és élek örökké. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Amen. Glory be to God. Nehéz tovább menni. It's hard to go on. Nehéz tovább lépni. It's hard to... Okay, nézzük csak, hányan megyünk Szlovákiába őrültködni, és remélhetőleg jövünk haza. Okay, rendben van. János szeretne mindenkivel találkozni itt ezen az oldalon, gyakorlati fontos dolgok, és Pásztor Zoli meg szeretne bátorítani titeket, egyből utána gyertek ide, úgyhogy az a 31 néhány ember ide erre az oldalra, gyertek kérlek. És akik pedig, figyelj, akik az alapok csapatban benne vagytok, és onnan tudod, hogy kaptál tőlem egy e-mailt erről. Team of foundations and you know or alapok and you know it by receiving an email from. Akkor kérlek, gyere föl az irodámhoz, egy negyed órát beszélünk róla, aztán mehetsz haza, de beszélnünk kell róla, mert jövő héten kezdünk. Ha pedig új vagy a gyülekezetünkben, esetleg most értél meg, ha új vagy a gyülekezetünkben, az elmúlt egy évben jöttél, ha kedd este nincs bibliaiskolád, Tuesday nights you don't go to Bible. Akkor kérlek, gyere az alapokra. Then please come to foundation. Alapvető hitbeli dolgokról beszélünk. And we speak. Megismerkedünk, teázunk. Things of our pogácsázunk. Faith. We get to know each other. We drink tea. Nagyszerű közösségünk van minden kedden este 6 héten át. Every Tuesday night for 6 weeks. Úgyhogy kérlek, gyere ide, szívesen adnék neked egy meghívót. Gyere ide hozzám, hogyha új vagy a gyülekezetben, szeretnélek meghívni. Isten áldjon benneteket. Lesz egy rep a Pásztor Borcival az étteremben. El vagytok bocsájtva. In the restaurant and you're dismissed.